Szakó Gábor Kossuth díjas író volt a vendége a Szerda Társaság sorrendben 129. összejövetelének, melyre június első napján került sor a Frey kávézóban. Ezzel az író-olvasó találkozóval indult városunkban az ünnepi könyvhét. A rendezvény résztvevőit Sándor Zoltán köszöntötte, majd városunk polgármestere mondta el gondolatait a Szerda Társaságról, a szervezet helyéről és szerepéről a város kulturális életében, és persze szólt a könyv ünnepéről is. Szerda Társaság irodalmi kávéház egyike azoknak a csoportosulásoknak, egyike azoknak a rendezvényeknek, amellyel Salgótarján büszkélkedhet, mert büszkék vagyunk arra, hogy Salgótarjánban a kultúra töretlenül fejlődik. Talán némileg a város önkormányzata is hozzájárul ahhoz, hogy ez a kultúra, a térség kulturális fővárosa, hogyha nem veszik ezt nagyképű kifejezésnek, de nagyon ez szeretne lenni Salgótarján, hogyha a térség kulturális fővárosaként működő településhez hozzájárul az is, hogy az önkormányzat, hiszen nem kötelező feladata, önként vállalt feladataként kiemelten támogatja a városi kultúrát. Igyekszünk mindent megtenni annak érdekében, hogy Salgótarjánban a színházat, zenét, könyvet, irodalmat szerető közönség megtalálja azokat a lehetőségeket, amikor áldozhat a Parnasszus oltárán, amikor kiszakadhat a hétköznapok világából, a mindennapok világából, és egy picit eljön ünnepelni. Mert én hiszek abban, hogy minden ilyen találkozás ünnep is egyben. Ünnep, amikor egy picit mást teszünk, mint egy órával korábban, vagy három órával később. Egy picit kimossuk az agyunkból azokat a gondokat, problémákat, amelyek feszítenek nap mint nap családban, munkahelyen, és egy picit elindulunk abba a varázslatos világba, amelyet a zene, az irodalom, a művészet ad számunkra. Köszönet ezért mindazoknak, akik odaadóan és töretlen hittel viszik tovább ezt a stafétabotot. És a mai alkalom ünnep azért is, mert a könyvet is ünnepelni jöttünk. Nagyon szép, hogy a magyar nyelvben ünnepi könyvhétként beszélünk a könyv napjairól, és nagyon nagy dolog, hogy hosszú évtizedeket megélt ez a kezdeményezés. A polgármester asszony felidézte a kezdeteket, egészen pontosan a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének 1927. pünkösd vasárnapján tartott közgyűlésé megfogalmazottakat, a kitaláló, azaz Subka Géza újságíró lapszerkesztő javaslatát. Az évnek egyik napján az ország minden városában és falujában könyvnap rendeztessék, amely az írót és a közönséget közvetlen kontaktusba hozza egymással, hogy ezen a napon egyszer egy évben a könyvírás és a könyvkiadás művészete is kimenjen az utcára, és pedig ingújban, közvetlen, bohém formában. Ezzel kezdődött minden, az Egyesülés 1929-ben rendezte meg első alkalommal a könyvünnepét, és 2011-ben már 82. alkalommal ünnepelhetünk, mondta a városvezető. A polgármester asszony köszöntője után kezdődött a rendhagyó irodalomóra. Szakó Gáborral Pál József szerkesztő író beszélgetett. A vendég mesélt pályafutásáról, műveiről, írói hitvallásáról, amely így szól. Író az, akinek legalább egy könyvét az éjjeli szekrényén tartja az olvasó. A rendhagyó irodalomórán közreműködtek a Vertik Színpad Stúdió előadó művészei, Kerner Edit és Sándor Zsombor, valamint Farkas Diána, a zeneiskola pedagógusa.